Most ebben a videóban megpróbálom nagyon röviden és tömören összefoglalni azt, elmondani azt, hogy mi volt a legsúlyosabb kritika, amely engemet ért mostanig, amely az én munkámat, az én videóimat érte mostanig. Teljesen biztos, hogy senki nem számít erre, amit mostan hallani fog, de viszont úgy érzem, hogy fontos elmondanom, hogy a legsúlyosabb, legerősebb kritika, ami engemet ért, a videóimat érte, az volt, tehát nem az, hogy lehordtak mindennek, mert volt ilyen is, hogy lehordtak mindennek. Olyan is volt, hogy azt mondták, hogy kíváncsiak, hogy mikor fogják a torkomot elvágni. Ilyen is volt. Nem panaszkép mondom ezt, mert ez teljesen normális. Jézus erről beszélt, hogy igen, az utolsó időkben lesz ilyen, meg is fog történni talán velem, vagy valaki mással, vagy már történt ilyen egyébként, ugye Távol-Keleten, meg különböző helyeken, ahol az emberek kezdték őszintén felvállalni Krisztusnak a beszédeit. Tehát megtörténhet, hogyha valaki ettől fél, ne foglalkozzon az evangéliumokkal. Tehát a legsúlyosabb kritika nem az volt, hogy esetleg lehordtak mindennek, vagy megfenyegettek, hanem az volt a legsúlyosabb kritika, hogy azt mondták a videóimra, hogy megnyugtató hallgatni a szavaimat, a videóimat. Tehát ennél súlyosabb és ennél rosszabb kritikát nem is tudok elképzelni a videóimra, hogy valaki azt mondja a videóimra, hogy megnyugtató, hogy megnyugodott tőle. Mert ez azt jelenti, hogy én ártottam neki a videóimmal. Főképp egy olyan ember, aki még nem értette meg, hogy miben van az egész világ, az egész emberiség és az ő élete, miben van, milyen értékrend szerint működik. Ha egy olyan ember, hogyha megnyugszik a videóimtól, akkor annak az embernek én ártottam, és Isten bocsássa meg azt nekem. Az, hogy valaki már Istenben van, megtapasztalta az ő kegyelmét, és ezen az úton van, a keskeny úton van, és megnyugodott a videóimban elhangzott szavaktól, némely szavaktól, azt még megértem. De hogy valaki nem tapasztalta meg, nem forult teljes lényével a világ teremtőjéhez, és azt mondja, hogy megnyugodott a videóimtól, az óriási baj. Óriási baj, mert annak az embernek én ártottam. Teljesen biztos. És remélem, hogy az Úristen megbocsátja nekem ezt. És neki is. Minél hamarabb ráébred arra, hogy tulajdonképpen ezek a videók nem arra készülnek, hanem azért készülnek, hogy megnyugodjanak, akik hallgatják, hanem azért készülnek, hogy bizonyságot tegyenek arról, ami van a világban, és arról, hogy milyen lehetőséget kapott az emberiség Isten kegyelme által. És az igazság az semmiképpen nem megnyugtató senki számára. Mert, mint mondtam, kemény szembesülésekkel jár, egy kemény tisztulási folyamaton megy végig az ember, amíg teljesen úgymond levetkőzi a régi értékrendjét, a régi gondolkodását, a régi ruháit, és felveszi az újat. Tehát hogyha valaki megnyugszik a videóimtól, az baj. Egy szó mint száz, az baj. Fontos elmondanom, hogy az én videóim senkit sem menthetnek meg, senkit sem mentenek meg. Tehát a videóim, a beszédeim alkalmatlanok arra, hogy bárkit is megmentsenek ezen a földön. Tehát én nem tudok semmi olyant mondani, ami valakit megmenthetne. Úgy igazából. Senkit sem taníthatok semmire. Tehát nincsenek tanítók a világban. Nincs olyan, hogy tanító. Mondtam azt, hogy nincs olyan, hogy pásztor, pásztorok, lelkészek. Egy pásztor van csak, azt az ember vagy megismerte, és hallja az ő hangját, vagy nem. Ez a két lehetőség van. Én senkit sem taníthatok, viszont amit megtehetek az az, hogy bizonságot teszek arról, amit láttam, amit hallottam, és amit a mindenható kegyelméből megértettem. És ezzel a bizonsággal nyilván én is hozzá tudok járulni az udításaimnak az épüléséhez, lelki épüléséhez, mint ahogy ők is hozzájárulnak az ő kijelentéseikkel az én lelki épülésemhez.
Tehát ez az, amit megtehetünk. Ennél többet sajnos nem. Tehát itt a lényeg az, hogy az utolsó időkben nem tanítók lesznek, nem ilyen nagy mesterek lesznek, mint ahogy látszik a televízióban, meg az interneten. Ezek ilyen álmesterek, tehát fontos elmondani, ezek mint álmesterek. Nem az, aminek tűnik. A legtöbb ember, aki nem ismeri az igazságot, beveszi az ő tanításaikat, és amiatt sajnos letír az életnek az útjáról. Viszont mindenki, aki az élő Isten keresi, teljesen biztos, hogy meg fogja tudni különböztetni az Isten igazát a mesterek, meg a pásztorok tanításaitól. Tehát nem tanítatok én senkit, hanem bizonyságot teszek arról, amit én megkaptam Isten kegyelméből. A videóim nem arra vannak, hogy valakit megmentsenek, mert egyszerűen képtelenek arra. Nem lehet szavakkal senkit sem megmenteni. Teljesen biztos. A szavakkal bizonyságot teszünk az életről, az élet szerzőiről, az által felkínált lehetőségről. A megmentést mindenki személyesen tőle kapja meg ajándékba, kegyelmi ajándék, miután ő teljes lényével hozzáfordult. Meg fogja tapasztalni, hogy mit jelent az, hogy az ő lelke tudja vezetni az embereket, az ő gyermekeit, és elviszi őket mindenhová, ahova menniük kell. Ahhoz, hogy teljes szabadulást nyerjenek a világtól, és teljesen megtisztuljanak. Tehát ezek a videók csupán bizonyságtételek, bizonyságot teszünk arról, az igazságról, amin számunkra kijelentetett. Ebbe a bizonyságba bele lehet kapaszkodni, fel lehet használni azt, hogy az ember ugye Istenhez forduljon, hogy ő is kipróbálja Isten kegyelmét, úgymond. Azért fohászkodjon, vagy hogy megkóstolja a lehetőséget legalább. Megnézem, milyen a keskeny út, vagy hogy merre tartasz. Tehát aki rendszeresen hallgatja a videóimat, teljesen biztos lehet abban, hogy a videóim által az ég adta világon senki nem fog tudni megszabadulni. Csupán eszközként szolgálnak ezek a videók útjelző táblaként arra, hogy aki keresi az igazságot, megtudja, hogy hol lehet azt konkrétan megtalálni. Én nem tudom odaadni az igazságot senkinek. Nem az én dolgom, hanem az, hogy bizonyságot tegyek arról, hogy létezik, van, és teljesen másképp néz ki, mint ahogy azt mi gondoltuk korábban, mint ahogy emberként képzeltük, vagy mint ahogy hirdették azt a vallások, a különböző mozgalmak, a különböző ilyen úgynevezett mesterek, tanítók, pásztorok és társai. Az igazság az Istennél van, a Szent Istennél, ugye a Szent Léleknél, aki nem születik újjá, aki nem érti meg az újjászületésnek a lényegét, és nem él a lehetőséggel, nem fogja megtapasztalni azt, nem fogja megérteni azt, nem tudja befogadni azt, és nem tud újjászületni sem. Tehát olyannyira igaz az a kijelentés, hogy talán még azt is el lehet mondani egész nyugodtan, hogy nem csupán az én videóim és az én szavaim nem tudnak megmenteni senkit, hanem a Biblia sem tud megmenteni senkit. A Biblia olvasás sem tud megmenteni senkit, mert a Biblia is bizonyságot tesz az élő Isten létezéséről, az ő elképzeléséről. De viszont az ember személyesen veszi az értelmet, a látást, a tudást, a bátorságot, a vigasztalást. Aki ezt nem érti meg, az vegye tudomásul, hogy még a Bibliát is fölöslegesen olvassa. Ami mellesleg, mint ahogy meg annyiszor mondtam, nagyon fontos eszköz. Létfontosságú eszköz, annélkül sem lehet, úgymond, haladni ezen az úton. Nagyon fontos. De viszont a legfontosabb az újjászületés, amiután értelmet fog nyerni a Biblia, ezek a szavak is értelmet nyernek. Újjászületés nélkül, Istennek a lelke nélkül a Biblia olvasása is teljesen fölösleges időpazarlás, sőt, még veszélyes is lehet, mert nagyon sok ember azzal álmítja magát, hogy ő minden nap olvassa a Bibliát, nem tudom hány órán keresztül. Jézus maga mondta a farizeusoknak, hogy ők tudakozzák az írásokat, mert azt hiszik, hogy benne van az ő üdvösségük. Holott az írások is róla tesznek bizonyságot.
és mégsem akarnak az emberek hozzáfordulni, hozzá, hogy életük legyen, hogy megváltásuk legyen. Rengeteg emberrel találkoztam. Tele van a fejük elméletekkel, olvasmányokkal, könyvekkel, filozófiákkal, emberi gondolkodással. De halottak és haldokolnak. Látom az arcukon, látom a szellemükben, hogy haldokolnak. Mennek a kározat felé, a kezükben a Bibliával, a keresztény könyvekkel és mindennel, mert nem tapasztalták meg, nem kapták meg a kegyelmet, az újjászületés kegyelmét, az, hogy a lélek vezeti őket, a ma vigasztaló, a ma pártfogó, a ma segítő, a Szent Lélek, amely bizonyságot tesz a Jézus szavairól is. Közben megkerestem azt, amit Jézus mondott János evangéliumának az 5. fejezetében, a 39. bekezdésben, bárki megtalálhatja. Elolvashatja, hogy mit mondott Jézus az írásokról, ami ugye nagyon fontos eszköz. De az írások is róla tesznek bizonyságot. Arról, amit ő megmutatott, az életével bemutatott. Amit ő elmondott. Azt mondja a farizeusoknak, az akkori írás ismerőknek, az akkori biblia ismerőknek, akik azzal hadonáztak folyton, azt haigálták az emberek fejéhez folyton. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje nincs maradandóan bennetek. Elolvastátok, de nem maradandó, nem fogant meg bennetek, nem vagytok újjászületve. Mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Ugye Jézusnak nem hittek, nem értik, nem is cselekedték, nem is voltak kíváncsiak rá. Ma is ez van a kereszténységben. Mély, tisztelt a kivétel. Nagyon kevés kivétel van. Pici az esélye, aki ezt hallgatja, az kivétel. Pici az esélye, elenyésző az esélye annak. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, azt gondoljátok, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen? Lágembertársak, ezek a sorok magukért beszélnek. Nagyon nem kell magyarázni ezt szerintem. Tehát egyetlen egy ilyen videó sem, egyetlen ilyen YouTube meg Facebook videó sem alkalmas arra, hogy valakit megmentsen, aki személyesen nem dönt úgy, hogy teljes lényével, mindenével, amilyen van, mindenével, a vagyonával, a pénzével, az elméjével, a szívével, a lelkével, az erejével, mindent oda-vissza kereszthez, mindent, kivétel nélkül, és oda leteszi, és azért könyörög, hogy Isten azt elvegye tőle, a rothadó értéket, mindent elvegyen tőle, és adjon helyette olyan értéket, ami nem fog elrothadni, ami nem fog elromolni, ami nem lesz az enyészet martalékává, amit a moly nem esz meg. Aki ezt nem tette meg, reggeltől estig hallgathatja a videóimat, olvashatja a Bibliát, a keresztény könyveket és mindent, mert nem fogja tudni meglátni azt, amiről Jézus beszélt, mert nem úgy cselekedett, ahogy ő mondta, hanem úgy cselekedett, ahogy emberek mondták neki, ahogy a pásztorok mondták neki, a farkasok mondták, a béresek, ahogy mondták neki. És nem fogja tudni meglátni Isten országát. Drága embertársak, én nem akarok senkit sem fenyegetni, vagy zsarolni lelkileg. Őszintén, tényleg, nem ez a célom egyáltalán. Az a célom, hogy ezek a videók kiózanítók legyenek arra vonatkozóan, hogy nagyon sokan becsapják magukat
mert még mindig nem fordultak Isten kijelentéséhez. A halálra kínzott és feltámadt Úr Jézus Krisztushoz, hogy megkapják a Szent Lelket. Olyant hallottam már, hogy a Szentlélek maga a gyülekezet. Ilyent is hallottam már, ezt hiszik bizonyos emberek, mert nem tapasztalták meg, még mindig nem hozzáforultak, még mindig a Mózesnek a törvényeivel dobálják egymást, gyilkolják egymást. Nem tapasztalták meg az újjászületést, mindent megcsináltak, bemerítkeztek vízbe, elmentek templomba, gyülekezetbe, de az újjászületést nem tapasztalták meg, nem kapták meg. A Lelket nem kapták meg. És gyilkolják egymást. És azt hiszik, hogy a keskeny úton vannak. Aki hazudik, aki tolvaj, aki gyilkos, aki lator, nincs a keskeny ösvényen. De ő tudja is, hogy nincs a keskeny ösvényen. Ezért neki nem annyira veszélyes a jövője. Nem annyira veszélyes az a hazugsága, mint azon személyek hazugsága, akik azt hiszik, keskeny úton vannak, akik Jézus nevében követik Mózest, akik Jézus nevében gyilkolják egymást a törvénnyel, akik Jézus nevében videóznak reggeltől estig, de még mindig nem cselekedték azt, amit Jézus mondott. Az ő neve nagyon veszélyes. Rengeteg helyen fel van használva arra, hogy az embereket bevigyék a szakadékba, a feneketlen szakadékba. Ő maga mondta, hogy Isten országát nem fogjátok meglátni, nem fogtok oda bemenni. De míg akik be akarnának menni, azokat sem fogjátok beengedni. Mert az én nevemben fogjátok őket félrevezetni, az én nevemben. Minden mondat végre belesztéve az, hogy Jézus, Jézus Krisztus, de viszont hazugságot mondanak. És még mindig az emberek embereket követnek, vakok a világtalant vezetik. Mert csak így lehet fenntartani a vallásos hierarchiákat, a piramis rendszereket, az intézményeket, a sátán rendszerét, Jézus nevében ráadásul. Nagyon veszélyes név ez. És ugyanakkor benne van, ebben a névben van az üdvösség, a teljes szabadulás, az örök élet. Őszintén bízom és imádkozom, hogy legalább egy-két személy ezt meg fogja érteni, ennek a lényegét, mert ennélkül nincs értelme semminek, sem a Bibliának, sem a Jézus nevének, sem az evangéliumoknak, semminek. Aki nem érti ennek a lényegét, az újjászületésnek a lényegét. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!